Én kezdeném a regisztrációs adóval. A regisztrációs adó törvénynek a tárgyi hatája a személygépkocsikra, lakó autókra és a motorkerékpárokra terjed ki. Itt a fő szabály az, hogy a törvénynek a tárgyi hatája, illetve a kötelezettség elkezdetése akkor merül fel, amikor a gépjárművet forgalomba helyezik. Ez a fő szabály. Ugye ilyenkor maga a gépjármű kereskedő cég, aki mondjuk eladja egy ügyfélnek, legyen az magánszemély, vagy legyen vállalkozás, akkor magában a értékesítésre szóló számlában fogja feltüntetni és áthajtani a regisztrációs adót, méghozzá, mint áfakörön kívüli tétel. Ez egy fontos szempont. Ezen kívül, hogyha a gépjárművet importál valaki, vagy közösségen belül szerzi be, akkor szintén felmerül a regisztrációs adó kötelezettség. Ugye importálásnál a vámhatóság felé kell jelezni egy bejelentéssel. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy pont év elején, 16 január elején módosult az ezzel kapcsolatos RAA adatlap, amin ugye kellett bejelenteni a adott gépjárművet. Ennek most van egy új verziója, egy kettes verziója, amit kell alkalmazni. Ez azért fontos, csak is azért szerettem volna kiemelni, mert hogyha valaki a régi verziót használja, akkor azt nem fogja elfogadni a vámhatóság. Egyébként ezt az adatlapot be lehet nyújtani elektronikusan is, meg papír alapon kitöltve. Szintén nagyon fontos szempont még, hogy a gépjármű átalakítása során is felmerül regisztrációs adókötelezettség. Ugye ennek tipikus példája, amikor valaki mondjuk egy kis tehergépjárművet beszerez, és a későbbiekben úgy gondolja, hogy ő szeretné ezt átalakítani, és mondjuk beszereltet még egy plusz üléssort. Ilyen esetben felmerül a regisztrációs adó. Egyébként maga a regisztrációs adónak a mértéke két dologtól függ. Ugye egyrészt függ az adott köbcentitől, illetve magától a károsanyag kibocsátástól. Ez a bizonyos 6/1990-es köhém rendelet. Ez a közlekedési, hírközlési és annak idején építési minisztériumnak a rendelete, ami besorolja különböző típusú motorokat különböző környezetvédelmi osztályokba, euró 1-2-től kezdve egészen euró 6-os szintig, és ennek megfelelően maga ez a Matrix tábla mutatja, hogy az alsó érték 45 ezer forint per gépjármű, és ez egészen el tud menni 4,8 millió forintig. Tehát mindenképpen azért érdemes figyelni, ha valaki mondjuk egy importált autót szeretne behozni és forgalomba helyeztetni, hogy ennek milyen lesz a regisztrációs adója. Ha tovább megyünk az illeték kérdéskörre, az illetékről szóló törvény alapján, hogyha ingóságot szerez valaki, bizonyos ingóságot, akkor vízterhes vagyonadhatatási illeték alá esik. És ilyen tipikusan a gépjármű is. Na most akartam is mondani az elején, hogy az a jó ebbe a sok kis adóba, hogy minden egyes adótípus más-más szempontok alapján van meghatározva. Ugye előbb láttuk azt, hogy a regadó a köbcenti és a károsanyag kibocsátás veszi alapul besorolásnál. Az illeték törvény meg azt nézi, hogy milyen a gépjárműnek a teljesítménye, illetve az életkora. Itt ahogy lehet látni, hogy minél kisebb a adott gépjármű teljesítménye, és minél idősebb, annak alapján van egy ilyen csökkenő irány az illetékben. Amit fontos még kiemelni, hogy van egyfajta mentesség az illeték kötelezettség alól, ez pedig a gépjármű forgalmazók esetében merül fel, illetve a pénzügyi leasinggel foglalkozó vállalkozások esetében. Hadd mondjak egy érdekes példát, találkoztam egy olyan esettel, hogy egy
magánszemélynek volt gépjárműve, és úgy gondolta, hogy vízleasing keretében beviszi a cégébe, eladta egy leasing cégnek a saját gépjárművét, majd zárt végi pénzügyi leasing keretében pedig a cége leasingelte. Ugye ilyen esetben magának a leasing cégnek a törvény szerint van illetékmentessége, és a vállalkozás pedig csak ugye a futamidő végén válik tulajdonossá, ami azt jelenti, hogy akkor szerez tulajdonjogot, és akkor lesz meg a vagyonszerzése a vállalkozásnak. Mégis az okmányiroda úgy gondolta, hogy ő már rögtön az eljárás, az eljárás elején már kiszabja az illetéket, és meg is mondta, hogy addig nem is adja ki a forgalmi engedélyt, amíg az illetéket nem fizeti be. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy nagyon sok okmányiroda ezt másképp értelmezi a törvénynek a különböző rendelkezését. Ez úgy lett volna helyes, hogyha nincs illeték, és amikor a futamidő végén kiadja maga a leasing cég ugye a törzskártyát, és az utolsó törlesztőrizettel tulajdonossá válik a vállalkozás, akkor történik meg a vagyonszerzés, és akkor kell fizetni illetéket.